1600-as évekből származó Petkó Zsigmond nevű embernek ma is nagyon időszerű énekét szeretném elénekelni, méghozzá úgy, ahogy volt, nem tudom, vannak egy békésiek, tehát íző nyelvjárás. Gondolkodjál, szegény magyar, végre hová lísz? Ez nagy világ, mikint tenger, téged megemész, rakva hálóval is tűrrel, majdon bekerít. Onnan régi szabadsághoz vissza már nem térsz. Serkenj fel mi álmaidból, vigyázz magadra, mert sok idegen nemzetségű országodba, az, kiknek lehettél volna az előtt ura. Maguk szolgáivá tesznek majd nem sokára. Szálljon még magyar nemzetre egykor oly idő, hogy ne légyen ellenségtől ő tanácskérő, de sőt inkább legyen itthon országa védő. Rajtuk hatalmat vehessen, mint csirkén ölyű. Kiki tehát vegye elő éles fegyverét, koronáért, magyar hitért, így szabadságért, országunkért, nemzetségünk maradásáért. Ne sajnáljunk bátor szívvel, mink ontani vért. Ugye érthető ez mai magyar? Kimaradt, mert nem volt rá idő a Dorombok bemutatása, de a Rába közélyen kedvéért nem tudom kihagyni. Egy el fogok dorombozni egy Rába közi híres népdal. Mondom, mindenki rájön, mert ez egy beavatás, a pásztoroknak a beavatása, betájolta, hogy merre, mi van. Mindenki rá fog jönni, jó? Fának ne menjetek, mert a fának neki mennek, helyetek kedben veritek, Szilikú, Szanyikú, Szent András és Soglikú. Ugye, aki Rába közé tudja, hogy annak a pásztornak határában ott volt Szil, Szany, Rába, Szent András és Soborra, amit Soglikú is kapta a nevét. Na, akkor még egyszer. Szélről. Hosszú Zoltán vagyok, és örülök ennek a bevezetésnek, egy kicsit felvidított, mert én is így tapasztalom ezt, tudom, mint a Lajos professzor mondott, hogy egyre kevesebben vagyunk. Mikrofon, igen. Ugye Magyarország a nyírka jóslat tükrében, ha jól emlékszem. De először is illik bemutatkozni, mert nem ismerjük egymást, legalábbis engem nem ismertek. Én 1960-ban születtem Erdélyben, de leginkább Pációnak hívjuk, ugye ezt a részt, ahol én születtem, 100 kilométerre van a magyar határtól, kelet-észak-kelet Szilágyság. Még pedig a szilágysági Szilágy, Somlyó, hát oda jártam iskolában. 1200-ban épült a templomunk, hát elég híres templom, és én ott konfirmáltam, hogy református fiatalember, aztán sok minden megváltozott azóta. Még annyit elmondanék, hogy a 80-as évek elején, pontosan 81-ben négy társammal együtt neki mentünk a zöld határnak, jobban mondva a fehér határnak. Hát Ceausescu diktatúra akkor volt virágzásában, hogy ezt az eufemisztikus kifejezést használjam.
És hát úgy gondoltam, hogy ez már nekem sok, és akkor irány, Ausztrália. Hát mentünk mi, csak nem jutottunk el oda, hanem már a határnál lekapcsoltak, megvertek. Este 9-től éjjel 3-ig vertek, ameddig már harjadt a számom, és rúgtostak, és majdnem meghaltam. Volt egy testen kívül élményem, láttam magam, hogy ott fekszem lent, és utána visszamentem a testembe. Hát ez az élmény azért, ez megváltoztatta a gondolkodásmódomat. És ami megváltoztatta a gondolkodásmódomat, az ezek után még kaptunk 10 hónap börtönt, amiből egy napról napra letöltöttem azt a 10 hónap börtönt. A többieknek szerencséjük volt, mert ők csak a felét töltötték le. Most nem mondom azt, hogy szerencsés vagy nem szerencsés, de az a 10 hónap börtön is segített, hogy megváltozzon a gondolkodásmódom. És a végén sikerült kiköltöznöm Magyarországra, és itt elindítottuk többen magunkkal, 180 voltunk együtt, 108 az egy szakrális szám a tibeti buddhizmusban, a tibeti főiskolát itt Magyarországon, alapító tagjai voltunk, vagyok a tibeti egyháznak, vagy a tibeti buddhista, vagy a buddhista egyháznak, magyarországi buddhista egyháznak. Úgyhogy sok minden érdekelt, nagyon éhes lettem, hogy így mondjam, lelkileg a 10 hónap börtön után, mert éreztem, hogy van valami bennem azok után, ugye, hogy láttam magam, hogy ott fekszem, és döbbenet volt tapasztalni, hát de hát én itt vagyok, akkor ki fekszik ott? Ha én itt vagyok. Szóval ez egy nagyon érdekes élmény volt, és ezt soha nem felejtettem el. Igen, kijöttem Magyarországra, itt megalapítottuk a buddhista egyházat, és sok minden történt. A lényeg az, hogy állami gondozott gyerekekkel dolgoztam 20 évén keresztül. Ezek ilyen bűnöző cigány gyerekek voltak a Béke Gyermek Otthonban. Ott csináltunk egy Szent István szadetlit, egy keresztutat, és felállítottunk egy keresztet a barátommal, azóta is megvan. És most már egy éve már nem dolgozom, kis megtakarított pénzekből élek és írok. Verseket is írok, és úgy gondoltam, hogy a Nyírka jóslatról is érdemes lenne írni egy pár mondatot, pár sort, bevezetőleg is, és majd utolszokként is. És úgy csinálom, hogy én felolvasom, mert ezt annyit észbe tartom ezeket a dolgokat, azt nem tudnám, úgyhogy a Lajos professzor után szabadon én is olvasok. Szóval egy mondás, amit a őseink ismertek, és amit talán mi is ismerünk, így szól. Jót akarni rosszul, károsabb, mint rosszat akarni. Elgondolkodható mondat. Ezzel kezdem, ez a mottoja az írásomnak. És akkor bele is vágok a közepébe, egy darabig. Hét tátos találkozott a nyírkai hanyban. Két asszonyember, meg öt férfi ember. Jó, ha ennyien vannak a nagy híváshoz. Mert nagy szellemet szándékoztak idézni, a nemzetre zúdult bajhalmaz miatt. Tudni akarták, meddig tart ez a nyomorúság, meg miképpen alakul a jövő, a jövendő. Nagy hívás akkor köl, ha az ég nem nyilatkozik magától. A tátos asszonyok egyike utaztatható volt. Fölmentek tehát a Rókadombra, az elhagyott csordakúthoz, az égés szélére. Áldoztak vízzel Ukkónak, tűzzel Gönőzisten apánknak. A látó-halló tátos asszony nekivetkőzött. A többiek bedörzsölték maszlakbimbóval, hogy ne ostromolják a szúnyogok, mert nyár volt és alkonyodott. Nyakába kék égkövet akasztottak. Az áldozó tűz parazsára zöld borókagajokat raktak, a tátos asszony füstöt lélegzett, többiek meg rejtesztetőt dunnyogtak. Dobolni, foruglázni nem mertek a határőrség miatt. Na most mikor volt ez? Nem tudom, tudják-e? 1947-48-ra leszik, én 48-ra teszem, mert úgy jönnek ki az évszámok a jóslat szerint.
De itt ugyanakkor megszakítom az eseményeket, hogy a tehesség igénye nélkül pár mondatban megemlítődjék őseink hite, és annak számozás helye is nagyrészt ideje. Egy megállapítással kezdem. Két önazonosságunk van. Van egy égi önazonosságunk és egy földi önazonosságunk. Ezt a két önazonosságot, az égi önazonosságunkat nagyon egyszerű, csak hit kell hozzá, el kell hinnünk, hogy az Isten képére vagyunk, és az ő képmására vagyunk teremtve. Ez a mi égi önazonosságunk. Aki az evolúcióban hisz, akkor az mindenki is fáradhat, mert ez nem erről szól. Ugye az evolúció, a törzsfejlődés az egy másik lapra tartozik. Én nem hiszem, hogy az ember majomból származott. Én úgy gondolom, és gondolom vagyunk itt. Jobban mondom, mindjárt úgy gondoljuk, hogy Isten képére és hasonlóságunk vagyunk teremtve. Ez az égi, ez az önazonosságunk. De van egy földi önazonosságunk is. Ez pedig a család és a nemzet. Ugye, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk és hova tartunk, mint nemzet. Hogy kik vagyunk, honnan jöttünk és hova tartunk, mint égi azonosság, ugye az Istentől származunk, és Istenhez fogunk visszatérni a halál után. Valójában a halál nincs, hanem elhagyjuk ezt a fizikai formát, és visszatérünk a jó Istenhez, a fénybe, a feltétel nélküli szeretetbe. A szeretetnek olyan szeretet, aminek feltétele van, az nem szeretet. Ez nagyon fontos. Olyan szeretet, aminek feltétele van, az nem szeretet. A valódi szeretet szabadságot ad. Az álszeretet, az megvonja a szabadságot. Feltételezkedik, így van. Ezért nagyon fontos ezt, hogy ne felejtkezzünk el ellen. Ha csak értelemmel keressük eredetünket, az ahhoz hasonló, mintha két szemünkből csak az egyiket használnánk. Mert az értelem mellett a másik szemünk a szív. És bizony a szívben lakozik az az őssejtés, aminek finom vezetésére érdemes odafigyelnünk. Ezt az őssejtést a rába közé hagyomány ismeri. És erről nagyon-nagyon megszínlelendőnek tartják, hogy erre emlékezzünk, hogy ki képviseli mondjuk egy közösségen belül, akár egy családban belül, vagy egy nemzeten belül az őssejtést. A megismerés útján ez az őssejtés, intuíció, ugye latin szóval, elején fontosnak tartják. Amíg az értelem napférfi minőség, addig a sejtelem hold női minőség. Őseink anyajogú társadalmakban éltek, jelenleg inkább apajogú társadalmakban élünk. Megosztott állapot ez, ahol a magára maradt értelem racionalitássá válik. Őseink nem voltak racionálisak, viszont józanész az ott volt. A hittel átjárt józanész. A hittel átjárt józanész. Ez jellemezte őseink gondolkodásmódját és bölcseletét. Praktikum, józanság és hit. Korunkban, igen, megosztott állapot ez, ahol a magára maradt értelem racionalitássá válik, és a magára maradt sejtelem pedig érzelhőségé. Korunkban, amikor a megosztott állapotra válaszol, ez túlkompenzálva. A férfi érzelhőssé, a nők racionálissá válnak, őseink a Jottengrit, ugye a magyar őshagyományt így hívjuk, Jottengrit. Őseink a Jottengrit a magyar őshagyomány igényén keresztül üzennek, hogy figyelmezzünk. Figyelmezzünk. Mert úgy kint, mint bent, csak a kettő együtt adja a teljességet. Ezért boldog az, ki észre érez, és szívvel gondolkodik. Lajos professzor úr is beszélt erről. Ugye? Picit más kontextusban, de ő is beszélt erről. Milyen fontos az, hogy észre érezzünk és szíve gondolkodjunk. És akkor most következzék a magyar ősvallásunk. Hát persze Dióhéjban azért, hogy a Jottengritet, ugye a Nyirka Jóslat a Jottengrithez tartozik. Ahhoz, hogy megértsük a Nyirka Jóslatnak a
szemléletmódját, gondolatmenetét, ez egy picit úgy érdemes bele kukkantanunk az őseinknek a hagyományába. Igazából a jobbtengrit az nem vallás, inkább azt tudnám mondani, hogy bölcselet, etika, talán hát igen, nem lehet hagyomány, ős hagyomány. Az őseink bölcsessége összeszedve. És ezt nem írták le. Ezt szívtől szívig, fültől fülig adták át. Mindenki tudta ezt kívülről. A tanítvány megtanulta az öreg tátostól, ugye? Öreg tátosnak voltak egy-két, nem tudom pontosan, de voltak tanítványok. Ezt kívülről, mert ezt tudták kívülről, ezt nem volt leírva. Ezért ugye nincsenek írás, mindig a ógörögökről beszélünk, hogy ők írnak a szkítákról. Miért nem írunk, mi van? Azért, mert nem írtuk le. Szívtől szívig, fültől fülig terjedt. És ez ugyan érdekes, hogy a bönvallás, ami a bűn, ugye az ős hagyományunkat bűnnek hitták, jottengri bűn. A bönvallás, ez a Tibetben most az 5. buddhista iskola. Tibeti buddhista iskola. Bevette a Dalai Láma, azt hiszem 10-15 éve, bevették a bönvallást. Ez az ős egyetemes sámánisztikus buddhizmust, bevették a, minek mondjam ezt, a vallásukba. Szóval öt iskolájuk van, és az ötödik az a bönvallás, ez a tibeti sámánisztikus buddhizmus. Ők ezt úgy harmonizálják. Itt nálunk ez több vérrel és több harccal jár, több szenvedéssel jár, az, hogy elismerjük őseink hagyományát. Magunknak okozunk szenvedést ezzel. Szóval a bölcsember más kárán tanul, a buta a sajátján se. Ez így van. Szóval a magyarok ősvallása a jottengrit, őseink hagyománya ez, melynek neve a bűn is. Két űvel írja le Máté Imre bácsi, ő volt az utolsó bácsája, ennek a mestere bácsája, tátosa ennek a vallásnak, idézőjelben. E hagyományunk az életképességi igényét adja át. Jottengrit az őserő, az egyisten, melynek van női minősége, Ukkó, a boldogasszony, és férfi minősége, Gönűz, a napatya. Ők a két ős, akik egy pár. A székely zászló napholdja ezt mutatja. Ez egy pár. Valahogy szimbólumokban, ugye napholdat, mennyi atya, most így mondom, vagy az ős, vagy jottengri, ugye? Az ős atya, a Gönűz és az Ukkó, ez a nap és a hold. Ki van téve a székely zászló, ahol én lakom szobámban, és nézegettem, és már több hónapja, én nem tudtam, hogy mi az a sárga csík, amit a székely zászlót ugye, van az a sárga csík, és akkor ott van a nap és a hold. És ez csak úgy beugrik, hát persze, hát hogy lehet, ez a nap útja az égen. Mindent, őseink mindent a naphoz mértek. Mikor vetünk, mikor aratunk. Mindent, az egész élet napcentrikus volt. Napcentrikus volt. Igen. Ennek az ugye a jottengritnek, a bűnvallásnak a, mondom idézőjelben a vallás, a világszemlélete dualisztikus, de nem polarizáló. Vagyis nem szembeállító, hanem egyesítő, együvé forrasztó. Elején hitték és vallották, hogy a két nem, hiány többlet, alapon egy egészet alkot, vagyis a két fél egy egész, egy pár. Ahol mindkét fél egyenlő és jó. Szemléletmóduk tehát az egységre mutat, ezért nem alá fölé rendelő, így a családrend nem apa jogú, de nem is anya jogú, hanem mellé rendelő volt. Ős, a régebbi korszakban minden társadalom anyajogú társadalom volt. De az őseink erre rájöttek, hogy ez jobb, hogyha egymás kiegészítő képpen nézünk apa anyára. Ezt más hitrendszerekben nem így van, hanem az apa az, szóval alá fölé rendelő, nem mellé rendelő. Nálunk nem így volt, nálunk mellé, és a nyelvünk is mellé rendelő.
magyar nyelv mellérendelő. Ezt az egységben gondolkodást a magyar nyelv is őrzi, amikor azt mondja, hogy feleség, vagy jobbik fele. Vagy amikor a páros testrészeket félnek nevezzük, fél lábú, fél kezű, fél szemű, vagy fél eszű. Ezt is mondjuk, hogy a fél eszű. Nem is tudjuk, hogy miért mondjuk ezt. Hát fél eszű azért, mert az ő sejtelem nem engedi magához, csak racionális. Ezért fél eszű. Szóval a bűnhagyomány 9 könyvből áll, így mondják őt, ők, így mondják az elején, 7 szent és 2 profán könyv, ezért a 9 bűvölet vallásának is mondatik. Aki miért mondják bűvöletnek? Mert aki olvas, azt elbűvöli, az a bölcsesség, amit tartalmaz. Én olvastam most, hogy ugye készültem föl, másfél hónapig szedtem össze adatokat, napi egy pár órát, és végigolvastam úgy nagyjából a Jottengritet, újból és újból, nem tudom, és mindig elbűvöl. Hát milyen egyszerű szavakkal olyan mélység, olyan mély üzenete van, ami az embert elbűvöli. Ez egy bűvölet. Ilyen egyszerű. Egyetemes. Nem szervezett, de tételes, ami azt jelenti, hogy van hittétele, etikája és bölcsölete. És itt zárójelben megjegyzem, hogy tágabb értelemben Melkizedek is ennek az egyetemes ősvallásnak az Istentől felkent papja volt. Mert volt valamikor, annak idején, egy ős egyetemes nyelv, ennek egyenesége származott a magyar nyelv, egy ős egyetemes hitrendszer, és egy ős egyetemes kultúra, ami a hitrendszernek a következménye. A kultúra az nem magától alakul ki, hanem a hitrendszerből, ahogy leképződik, így lesz a hitből kultúra. Vagyis az igazi művészet az mindig az égre mutat. Az a művészet, ami nem az égre mutat, számomra nem művészet. Mert nem transzcend, nem mutat vissza oda, ahonnan származunk. Nem mutat a forrásra. Az nem művészet, amely nem mutat a forrásra. Az A művészet. Öncélú. Szóval Melkizedek, amit Borbola János így mond, hogy emeli kezet. Trappás. Hogy ez mennyiben valós, azt nem tudom, de Borbola János mondja azt, ugye, hogy az egyiptomi ősnyelv az a magyarnak volt az ősnyelv. Ő megfejtette és olvassa. Magyarul el lehet olvasni az egyiptomi hieroglifákat értelmesen. Nem egyet, nem kettőt olvasott el. 40 ezerért megvettem a 3 kötetes könyvét, a Holtak könyvét, és most újból elkezdtem olvasni, döbbenetes, hogy egyszerűen, és úgy el van hallgatva, és szerintem el is lesz majd hallgatva. Mert nem a háttérhatalomnak, a evilági elitnek nem érdeke, hogy ez a tudás közhírítétessé. Nem érdeke. Igen. Szóval ezt a hagyatékot, a rába közi tudó szellemi hagyatékát, Magyarországon csak a rába közben maradt meg. Még Erdélyben sem maradt meg ez a tudás, ott másképpen ment át, de így nem maradt meg. Miért maradt meg ez? Nem hiszek a véletlenekben. Azért, mert az ég így akarta, hogy megmaradjon. Ezek az életképesség igéje, ahogy a Nyirka Jóslat mondja. Igen, e hagyatékot a tátosok titokban őrizték, és amelyet a Káró katona, Kormorán Rend, 49. bácsája, Zengő Nyíl, azaz Máté Imre fed fel és ad át. Ahogy a Nyirka Jóslatban mondatik, szélnek ereszti az életképesség igéjét. Ez őshagyományunk legfőbb törvénye, a jó szomszédság törvény, amely így szól, minden szabad, ami nem árt a másnak. Ennek lényege a 4 javaslat, vagy javallat, ne bánts, ne árts, istápolj, segíts.
ne bánts, ne áts, Istából segíts. Békeidőben irgalmat hirdet, háborúban lovagias adakozást. Innen a magyar, a szít a magyar népektől indult el a lovagiasság eszméje, a lovagrendek, hogy így mondjam. A hagyományunk ismeri a lovagias hadakozás etikáját. Ezt nagyon fontosnak tartották, hogy a háborúnak is legyen etikája. A háborúban nem gyilkolunk, a háborúban csak ölünk, mert a háborúnak ez a törvénye. Békeidőben gyilkol az ember. Ez nagyon fontos. Ezért van két szavunk, öl és gyilkol. Kozmológiája egy mondandon foglalja össze, egy, egyből kettő, kettő meg egy. Ugye van a zéró pont, hogy így fogalmazzak meg ilyen abstraktul. A zéró pont mondjuk az Isten, mint van. Isten az, ami van, ugye? Ő az egy. A teljes egység. Ő a van. Ő az élet. A látható és a nem látható élet. Ez Isten. Aztán felosztja magát. Egy látható élet megmarad, vagyis a láthatatlan életből ő megteremti a látható élet. Vagyis felosztja magát. Egy, egyből kettő. De a látható élet, formavilág, az egész mindenség, a látható formavilága, ez valójában ő maga. A magyar őshagyomány azt mondja, hogy a természet az maga Isten. A természet a látható Isten. Ők így fogják föl. Erre mondják azt, hogy panteizmus. Nem. Nem panteizmus. Ez a valóság. Ugye Szent Pál is mondja az írásban, hogy Istenben élünk, vagyunk és mozgunk. Vagyis mi soha nem voltunk Istentől elkülönülve. Ja, hogy mi azt hisszük, az egy dolog. De soha nem vagyunk és voltunk Istentől elkülönülve. Benne élünk, vagyunk és mozgunk. Szóval egy, egyből kettő, a kettő meg egy. A látható élet és a nem látható élet, az egy. Ez maga Isten. Itt van a titok, amiről még nem nagyon olvastam úgy, hogy ezt így leírják. Négy fő ünnepet tart a bűn, ugye, a karácsony, mint a béke ünnepét, akkor ugye röptetik a kerecsent. Kará, az azt jelenti, hogy fekete, akkor a legsötétebb a nap. December 21-től 24-ig, 3,5 napig tart a. Szóval úgy kell elképzelni, hogy mondjuk hogy a nap csökken, eljut a mélypontig, és ezen a mélyponton 3,5 napot mondhatni stagnál. Már lejjebb nem megy, de még nem is emelkedik. 21-től 24-ig. És amikor elkezd emelkedni, ez 24-e. Na akkor születek mi az új fény, ugye? És akkor röptették a sólyot. Ő volt a nap madár. Mert amikor támad a sólyok, nagyon okos, nem tudom, hogy jött rá erre, gondolom, a Jóisten adta neki ezt a tudást, hogyha nagyon fontos neki, hogy elejtse a prédát, akkor nem akárhogy támad, vagy nem akárhogy repül a prédára, hanem a napból, háta mögött a nap, és amit akire vadászik, vagy amire vadászik, az nem pillant a napban, mert ez vakit, ugye? Nem látja meg. Így vadászik. Ezért hívták elejét napmadárnak. Az egyiptomiak Horus, ugye? Horka Horus. Az K-val, K és H, ez körkór. Ez inkább kör, a körszóból eredeztethető. A második ünnepe volt a gyümölcsöltő boldogasszony, mint a termékenység ünnepe. A harmadik fő ünnep a bűnköst, mint a szellem ünnepe. És a negyedik a sarlós boldogasszony, mint az érett termés betakarításának az ünnepe. Ez a négy fő ünnep volt őseink vallásának. Ugye látható, hogy hát a nagy része a boldogasszony köré csoportosul. Ugye a lélek és a boldogasszony. A karácsony a béke ünnepe, ugye? Na,
Mik voltak a tátosok és mit képviseltek? A tátos néha születik, néha lesz, de mindegyik valamilyen hírneves mester vagy idősebb tátos mellett készül a tátosságra, a hivatására. Az kíta szokásán szerint a szülőknek a jellel született gyermeket át kellett engedniük a tátosoknak. Mi volt az a jel? Két jel, amit így most így számon tartanak, lehet, hogy volt több is. Hatúj, igen, ez és a foggal születés. Foggal született. Gyerekeket átengedték a tátosok meg, azt mondták, hogy igen, ezt jó Isten oda. Az ég kiválasztotta, akkor adjuk oda, nem lehet megtartani magunknak. Nem olyanok voltak régen, mint most, hogy ez az én gyerekem, én vagyok a... Nem. A gyerek Istené volt elsősorban. Ja, hogy mi viseljük gondját, ez valós. De a gyerek most is Istené, csak mi azt hiszük, hogy a miénk. Nem, elsősorban Istené. Minden gyerek. Ezért tisztelni kell a szabadságát. Nem szabadosságra tanítani, hanem felelősségre. Hát, na ez a bölcsesség. Igen. Ősi módon megáldják, ugye a ifjú kis tátos növendéket, nyáron a forrás vizébe mártják, télidőben a szent forrás vizével a fejét megspriccelik, felcseperedésüket figyelemmel kísérik, tanítják tátosságot. Tátosok ugye tudó emberek, ők kötik össze az eget a földdel, vagyis papok időzőjelben, ugye? A pap szavunk már kompromitálódott. De tudó emberek, talán ez a legjobb. Ők összekötik az eget a földdel, kapcsolatuk van az éggel, át tudják adni azokat az információkat, ahogy egy barátom mondja, agyradalval, na, érdekes kifejezés, át tudják adni azokat az információkat, mint az ég rájuk bíz. Kisalföldön úgy tartják, hogy Isten nevében gyógyítanak állatot, embert, ismerték a gyógynövényeket, otthon voltak a természettatikájában. Levették a rontást például. Megjövendelték az időjárást. Hát a szülőfalomban még nagyanyám mondta, hogy az ő idejében már idősebb volt. Volt ilyen idősebb férfi, aki majd mindig megmondta az időjárást, még pár nappal előre. Ránézett az égre. Elmondta, hogy milyen időjárás. Mindig hozzámentek, hogy na, Pista bátyám, milyen időjárás, mi lesz hónap után. Amúgy nálunk is ibetűsen beszéltek, nem csak ott. Úgy mondta anyanyám, hogy íg, az ígben. Fír, ne fié, fiam, hun voltál. Hun. Otthon. Hun. Ez egy másik történet. Szóval, éltek az átváltozás képességével, a közösség érdekében megvittak másik tátossal. És ezzel van írva, hogy a kék bika és a vörös bika küzdelme, biztosan olvastatok erről, hogy a vörös bika a pusztító világerő, a kék bika az életet adó világerő, és valamikor meg kellett küzdeniük. És akkor felkértek egy olyan fiúcskát, például, ezt konkrétan emlékszem erre, hogy álljon mellé, olyan fiúcskát, akinek még nem volt lányjal, nővel, asszonnyal kapcsolata. Egy fiatalember. Magyarul szűz. Fiatalember, és csak ez. Hogy álljon mellé, mert körülbelül ugyanaz az energia, ugyanaz az erő mind a kettőben, a vörös bikában és a kék bikában is. De ha a fiúcskát behívja, akkor kezdje el ütni ostorral a vörös bikát. Mert akkor a falura, a községre nem lesz romlás, ha legyőzzük a vörösre. És akkor a fiúcska, amikor látta, hogy helyzet van, elkezdte ostorozni a vörös bikát, és a kék bika le tudta győzni a vörös bikát. Ez megtörtént esemény. Ezek a képességek még az emberiség, vagy az, a tátosok tulajdonában voltak, hogy így mondjam. Ezelőtt 150 évvel. 150. 200 éve, de... Csak ugye ezt nem reklámozzák. Miért reklámozzák? Hát felejtsük el ezeket. Nyilván nem fogják nekünk elmondani.
Igen, ők az életképesség igények átadói. Igen, és az újból itt megismér, azt tanították, hogy a természet Isten teste, és a halál kapu, amelyen keresztül a szellemvilágba lépünk, ezért a halál nem az élet, hanem a születés ellentét. Ez így nagyon fontos, mert sokan azt gondoljuk, hogy a halál az élet ellentéte. Nem, a halál nem az élet ellentéte, hanem a születés ellentéte. Ez nagyon van bejövet, és van kimenet. Ilyen egyszerű. Nem, nem az élet ellentéte a halál. Jó tanáccsal szolgáltak. És kiforrott eszmeiségük volt a szabadságra. Ezt nagyon fontosnak tartották ezek a akik leírták, mennyire fontos a szabadság. Miért fontos a szabadság? Csak ahol szabadság van, ott virágozhat a szeretet. Az az emberbe, aki fél, az nem tud szeretni. És az az ember, csak az az ember fél, aki belülről nem szabad. De a belső szabad, ahol a lélek, ott a szabadság, mondja az írás. De ez fordítva is igaz. Ahol a szabadság, ott a lélek. Ez a kettőt nem lehet elválasztani. De a valódi szabadság az nem szabadosság. És az elején erre nagyon nagy hangsúlyt fektettek, hogy minden szabad, ami nem árt másnak. A rettenetes törvények, nem lehet lemenni a Dunára, kifogni egy halat. Már. Hát, hogy jön a halőr és megbüntet, de nem akármennyire, 500 ezer forintig büntetett. Azért, mert kifogtak egy halat saját hazám folyó vizéből. Itt tartunk. Nem lehet tüzet gyújtani már lassan. A levegőt megadóztatja. A négy őselem, tűz, víz, föld, levegő. Megvan adok, a pénz rátette a kezét a négy őselemre. Ezt Isten adta nekünk, ezt a négy, hát ebből tevődünk össze a testünk, és az egész teremtett világ. És a pénz urai rátették a kezüket a négy őselemre. Az Isten adta négy, és ez szabadságunkban áll használni. Meg akarják adóztatni a kutyainkat. Nyugaton ez már megtörtént. Saját vízünket. Saját udvarunkból. Nekem 40 méteres kutam, futkutam van. Úgyhogy most elmondtam, jött az adóellenőr. De nem tudja, hogy hol lakok. Ja, már tudja. Igaz. Szóval, ugye fontos volt nekik a szabadság. Tanításuk a nemzetről. Hát innen van az, hogy amikor megtámadják a hazátok, mindenki köteles volt, véres kard, körbehordozva, és mindenki fegyverbe volt szólítva. Ott nem lehet. Az más dolog volt, ha egy király azt mondja, hogy megyünk csatába idegen földre, ott csak azok mentek, akik önként pénzért, zsoldért elmentek a királynak segíteni. De ott már nem volt, csak, de amikor a véres kard körbe volt, hogy ezt le van írva, jöttek rá, az a bűn, ezt elmondja rá a közönség. Amikor véres kard a kard körbe volt hordozva, mindenki köteles volt harcolni. A nők is harcoltak. Amúgy a szkíta asszonyoktól származik az amazon, mert harcosok voltak. És egy asszony fogságba, egy ilyen harcos asszony, szkíta asszony fogságba esett. Úgy bántak vele, nem mint egy cserébe, mint egy szolgáló, vagy mint, hanem úgy bántak vele tisztelettel, mint egy harcossal. Mert az is volt. Ífeszítő népek. Tudtak lőni jól az asszonyok. Nem ilyenek voltak, mint most vagyunk régebben. Harcosok voltak. Hadi állapotról. Ugye a nők tisztelete, ez is fontos, nagyon is nagyon fontos volt a nők tisztelete, le van írva. Aki el akar olvasni, olvassa el újból, mert sok minden van a nők tiszteletéről. Mondtam, minden ered a lovagiasság eszmélyisége. A lovagrendek. A hadi állapotról ugye etikája volt a hadi állapotról, a harcnak. És jó tanácsa szolgáltak az élet minden szakaszára a születéstől, a szerelemen át, az, hogy a kis felcseperedő férfi hogy ismerkedik meg, lányjal, hogyan, tanították. Úgy hitták, hogy ajá, ez a szerelem könyve.
ajnároz, ebből a szóból jön az ajnároz, kedveskedik neki. Ajna, ez a szerelem könyve. Megtanították a fiatalokat, hogy kell közeledni egy fiúnak a lányhoz. És a lánynak milyennek kell lenni, hogy csodálatos. Az életképesség igéi. Ezt hagyták ránk. Igen, a születéstől a szerelem át a halálig. Szóval azt is tanították, hogy oda át mi van. Hogy nincs vége azzal, hogy a barátom mondja, meghalok, akkor sírgödör. Hát mondom, te egy bátor ember vagy, én nem mernék így élni, ahogy te élsz, hogy ilyen. Azzal a hittel, ha meghalok, akkor férgek és gödör. Milyen bátor ember vagy. Szerelem, igen, és azon túl is. Az egy mindenkiért, mindenki egyért gyelégét, az kit a magyar eszmevilág hordozta. Ez egy nagyon fontos mondat. Ugye Jézus utolsó mondhatni parancsolata az, hogy legyetek mindjárt egy. Nem egyek, egy. Ez nem ugyanaz azzal, hogy egyek. Ha én egybe vagyok, akkor először magammal kell egyben lennem. Istennel és magammal. Utána egybe leszek a többiekkel. Nem kell kívülre keresni az egységet. Ha mindenki be van kötve az Istenhez, akkor automatikusan kialakul egy egység. Mert mindenki ugyanaz, ugye, ember is ég. Ugye az ember, hogyha rájön erre az ember, hogy az ember ő ég, akkor mindenki rájön erre, hogy égi származása van, akkor egyet leszünk. Ez a valódi közös. Köz, ős, ég. Mondja a magyar. Közös ősünk van az égben. Ez egy közös ég. Ez a valódi egység. És ez erre mondja Jézus, legyetek mindjárt egy. Ez egy kicsit misztikusnak tűnik, de igazából nem, az nagyon gyakorlatilag. És itt még egyszer, ugye a őseink nő iránti tiszteletéből és a lovon harcoló férfi bátorságon és becsületén alapuló harci etikájában született a lovagiasság eszméje. Bizonyítja ezt, hogy az angol történészek Arthur királyt és körét szarmata lovagoknak eredeztetik. Ezt már el van fogadva Angliában. Pedig azért az nagy szó, hogy egy szkíta származás a legnagyobb királyuknak, ugye Arthurnak, szkíta származást tulajdonítanak az angolok. Itt ugye indogermán vagy indoeurópai népek, ők nem akárkik. Az elején meglátása, hogy mint ember, küldetésünk, lelkünk 49 lépcsőfokát végigjárva Istené tisztulni szellemünkben, és hogy életünk minden pillanatában megálljunk a három látszálon. Három látszál, ezt nagyon fontosnak tartották az őseink. A bölcsesség, az igazság és a szeretet. Mit csinál a bölcsesség? A bölcsesség a megszokásból eredő kettőségekből való gondolkodásunkat egyesít. Minden ember úgy születik, hogy én és a más. Na de a végső, ez illúzió. A végső állapotunk az az egység állapot. Mindjárt a nap, napatya kisugárzásai vagyunk, ezért mi valójában mindjárt egy, mindjárt testvérek vagyunk itt a Földön. Minden ember ennek a napatya sugarának egy sugara, hogy így fogalmazzak. Ez egy olyan metafora talán, ami ezt adja vissza leginkább, hogy na ezt az ős egységet szerette volna Jézus, ami majd megéri. Meg fogjuk élni, csak idő kérdése. Egy kis szenvedés még vár ránk, de meg fogjuk élni. A szenvedés azért szükséges, mert nem vagyunk aznak a bölcsesség, azon a bölcsesség fokon, hogy önként lépjünk e fele, ezért kell, hogy így mondjam, a szenvedés ostora. Ha mi eljutnánk arra a bölcsességre, a megbocsátás által például, akkor nem kellene ennyi szenvedés a Földön. A megbocsátás a legrövidebb út Istenhez, ami a béke, ami a boldogságunk. Ez a legrövidebb út. Meg kell tudni bocsátani magunknak először, és amikor ez már jól megy, akkor meg tudom bocsátani automatikusan másoknak is.
Mert ki tökéletesít? Egy valamiben lehetünk tökéletesebb, ez pedig a szándék. Tökéletes ember nincs, csak tökéletes szándék. Azt viszont mi döntjük el, hogy milyen szándékkal élünk. Milyen szándékkal kelünk fel reggel, és milyen szándékkal fekszünk le este. Mennyire tiszta a szívünk. Ez a fehér lilium szimbolizálta a hőseink. A fehér lilium volt a tiszta szándéknak a szimbóluma. Ezt fontosnak tartották. Szóval tökéletes ember nincs, csak tökéletes szándék. Ebben viszont lehetünk tökéletesek. Legyetek tökéletesek, mint amint a mennyi atyátok tökéletes, mondja Jézus. A szándékunkban lehetünk tökéletesek. A személyiségünk, jellemünk, azt csiszol, azt pedig majd az hozzácsiszolódik a szándékunkhoz. De a szándékunkban minden ember lehet tökéletes, csak akarni kell. Nem nehéz. Ahogy a Lajos professzor úr mondta, hogy a szívre kell hallgatni. Mit mond a magyarul? De hülye vagyok, és ide csak. Amikor azt mondja, hogy én, akkor ide mutat. Mert itt lakik az én. Ez a valódi otthon. Otthon. Hun. Ugye? Hun, hol. A hun azt jelenti, hogy hol. Igen. Szóval mikor keletkezett a jobbtengrit? Az emberiség egyetemes ősi vallása, ez több tízezer éves. Ős európai eszmevilág. Európai olyan értelemben, hogy Európa az Urálig. Ugye? Kaukázus. Urál. Ez mind Európa. Mi úgy gondoljuk, hogy Európa, az csak Nyugat-Európa, vagy mi is mondjuk. De egész az Urálig Európa. Ez az ős európai eszmevilág, és ez a jégkorszak. Akkor 20-30 ezer éve már ez kezdett kifejlődni. És ez egy organikusan, természetes módon fejlődött ki, ez az ős európai eszmevilág, amit mi most jobbtengritnek hívunk, vagy bűnnek. Ezt együtt átadták a tátosok, de hát minek ma tudó emberek átadták, hogy a tanítványok, meg átadták a népnek is. Hát valaki fel kellett építse azokat a piramisokat, például Erdélyben, hogy a Kalotaszeg mellett van egy piramis, Koposóhegy. Ceausescu annak idején berobbantotta, alagútak voltak benne, rovásírás. Ugyanúgy, ahogy a Viszokolj piramis már is, rovásírással. Volt egy ős egyetemes írás, és ez a mi őriztük meg. Mi őriztük meg magyarok. Ja, meg az etiópok, ott az Etiópiában egy rovásírással írnak. Erről nem nagyon tudunk. Pedig úgy írnak rovásírásra. Erről nem beszélünk. Szóval, a magyar nyelv egyértelműen észjárásunk is, és hitvilágunk is mellérendelő, egyesít így még az özönvíz előtti korra utal. Arra a paradicsomi korra utal, amiről a pap Lajos professzor úr beszélt, az aranykorra. Mert mi történt az aranykorban? Mi nem voltak elválasztva annyira a nemek. Volt nemiség, de nem volt olyan fizikális az ember, nagyon jól elmondta. Ugye a nyelvünkben, a magyar nyelvben nincsenek nemek, a többi nyelvekben vannak nemek. Itt nincsenek, nálunk mi nem betűnünk, nincsenek nemek. Még az, mit jelent ez, hogy abból az időből származik a nyelvünk, amíg nem bomlott, még kettő, nem volt megosztott. Még az egység állapotát tükrözi a magyar nyelv, az ős egység állapotát. Nincsenek nemek a magyar nyelven. Kézai Simon krónikában így sohajt, mikor még minden magyar szabad volt. Igen, ez volt a szabadság kora. Az a kor, amikor még nem húztunk határokat, nem volt tulajdon, legfeljebb csak birtok. Ugye a Szent Korona alkotmánya, az a szabadság alkotmánya valójában, minden a Szent Korona tulajdona, nekünk birtokaink lehetnek. Ez nagyon-nagyon fontos. A Szent Korona pedig összekötő ég és föld között. Szakrális tárgy. Olyan paraméterei vannak, egy barátom ezt megfogalmazta két könyvben, hogy csak néztem, hogy benne van a nap, föld, távolság, hihetetlen, kozmikus. A Földnek a egyenlít, a
sugara, a földsugara, minden be van kódolva a Szent Koronában, az egy sugalmazott állapotban lett adatva az emberiségnek. És egy Szent Korona van a világon, az ég adott egy Szent Koronát a világnak, és az mi magyarok kaptuk meg. Ez nagyon elgondolkodtató. Érdemes elgondolkodni, hogy miért kapta meg a magyar az egyetlen beavató Szent Koronát. Szóval ez a kor a szabadságkor, amikor mi nem húztunk határokat, ugye. Emiatt nem voltak ugye régen kerítések és háborúk sem. Erre még az amerikai indiánok, amikor meglátták, hogy a fehér ember Amerikában elkezdi kerítéssel elválasztani a prérit, így csodálkoztak. Meg azon is csodálkoztunk, hogy elkezdtek szántani. Azt mondták, hogy megsebződik a föld. Hát vissza, fordítsátok vissza, mert ez nem jó. Hát nem így kell legyen, hogy ami felül van, az alul legyen ugye a szántásnál. Nem tudták, hogy mit csinálnak ezek a földdel. Elkerítik, és utána még meg is sebzik. Még őrizték azt az ősi szabadságot a gondolkodásukban. Szóval erre a szabadságra mi emberek mindig is vágyunk, ezért járunk erdőkbe kirándulni, mászunk hegyeket, lerázandó magunkról magunk épített korlátaink. Ez az ős vágy bennünk van a szabadság után. Ahogy az egyik gyerekem mondta a Békegyermek otthonban, mondom, miért szeretsz erdőbe járni? Azt mondta Zoli bácsi, mert a fák nem hazudnak. 15 éves volt. Ilyet mondott nekem, hogy a fák nem hazudnak. 15 évesen. Ő tényleg szeretett erdőbe járni. Meg még érezte, hogy a fák őszinték, ugye? Az embereknek képmutató. Ilyen véleményt mondott ezzel a mondatával az emberi világról. 15 évesen. Igen, és akkor ugye a négy őselem, tűz, víz, föld, levegő nem volt tulajdonítható, úgy tekintettünk rájuk annak idején, mint Isten részére az ő ajándékára. Tűz, víz, föld, levegő. Föld. Levegő. Víz, visz, tűz, az pedig tűz. Ugye? Megszúrt a napszúrás kapott. Miért a megtűr? A tűn, ugye szúr. Mindegyik ige és nem főnév. Víz, föld, levegő, tűz. Igéket használtak az őseink, és mellékneveket. Egy valaki úgy határozható meg, hogy mit csinál, vagy milyen. És akkor víz az víz, ha rátettek valamit, és az elvitte, ugye víz, hát nyilván. A föld az meg beföld. Ilyen volt a gondolkodás. Minden nagyon praktikus, nagyon józan, nagyon egyszerű és józanú gondolkodtak. Aztán ebből lettek az igék, ugye elhalványultak, és lettek bele főnevek. Ezek igék voltak valamikor. Vagy az ő betűvel végződő, ugye, ezek a ővel teremt, ő. Üdvözít ő, kísért ő, fed ő, ég ő, hűt ő, de van az eső. Az is két szó. Esik ő. Vagy a jöv ő, vagy a valami, ami jön. Jöv ő. Bele kell élni magunk az ő gondolkodásukba, és akkor egyből egy ilyen metafizikai világkép tárul elénk. Hogy gondolkodtak? Élő volt az a világegyetemük, nem ilyen materiális, mint amilyen, nem ilyen stabil, ilyen mozdít, hanem élő, organikus világkép. Eső, ugye? Vagy jövő. Mikor gondoltuk erre a jövő, az két szó. De még mondok, hogy már a mező. Nem meztelen, hanem van rajta mez. Ezért mező. Mi a meze? A bokor, a fű. Ez egy mező. Így, csak most pár gondolata, hogy gondolkodtak őseink.
mező. És még nyilván mindenki találna ő betűvel végződő szavakat. Le lehet gondolkodni. Jó. Na, hát akkor egy alcím. Ugye, hogy honnan is származunk? Hát egy pár mondata, ami ugye ismeretes, hogy az antik források nyilván a görög, ugye amiről beszéltem, mert ők leírták később. Szóval az antik források a bibliai Jáfetet és Nimrodot tartották, az Kíta és európai embertani típusú népek ősatján. Ez nagyon fontos, a fehér ember Nimrod, Jáfet Nimrodtól szár, vagyis mi Nimrod népe vagyunk. Az aranyat termő Havilah vagy Evilát Kaukázus keleti déli része lehetett a mai Irán északnyugati és Törökország északi keleti része, ahol Nimrod letelepedett. E földön született Hunor és Magyar. Meglátásom, hogy a Kaukázus hegyének közvetlen környéke volt ez a szülőhazájuk, az Kíta magyar népeknek, ahonnan aztán idővel elindultak úgy észak és kelet, mint Kárpát-medence irányába. Szóval északra az Urál fele, keletre, ugye egészen Mongólia, Kína, és a Kárpát-medence irányába. A vándorlás, ez egy alcím, öt fokot találtam, amely törzs vagy akár egy nép elköltözését, vándorlását elindítja. Első, a körülmények romlása. Ekkor egy nép, egy törzs, egy család akár elindul. Ez például lehet a kiszáradás. Második, a külső nyomás, ellenséges szomszédok, népek. Harmadik, túlszaporulat, kirajzás, ugye túlszaporulat. Negyedik, jobb körülmények találása, vagyis bővízű, ha lehet hegyláncokkal körülvett termékeny föld, mint Baktria, az Észak-Afganisztán és a Kárpát-medence. Jobb körülmények. És az ötödik, égi hívás. Ilyen volt Ábrahám elhívása a Káldeusi úr városából. És itt most zárója. Azt mondjuk, hogy Ábrahám a zsidók őse. De kérem szépen, hát honnan származik Ábrahám? Hát a Káldeusi úr városából. Kik éltek úr városában? Úri emberek éltek. Nem? Ebből a szóból jön, hogy úri ember. Mert úr, az az úr városában élő ember, ez úri ember. De kik voltak ezek az úri emberek? Kádeus, Sumérok. Kád, Sumér nép. Ez a zsidóság ősatjának a számolása. Ugye, égi hívás. A csodaszarvas hívása. Ez is égi hívás. Az öt fő ok közül ez volt, amiért elindultunk a Kárpát-medence fele, mert a csuda szarvas erre vezette, amely aztán átváltozott a rábaközi hagyomány szerint ilyen fény asszony. Alapba öltözött asszony, ahogy mondja a jelenések könyvben. Addig vezette a csuda szarvas, kívülről, mint lény, belülről, mint vágy, ugye? Ameddig el nem jutottak a Kárpát-medencébe végül is. Ez volt a cél, ide eljöjjünk. Nekünk ez volt a feladatunk. El kellett jönni vissza a Kárpát-medencébe. Kárpát-medencébe, ugye inkább az erdély szavunk, ugye az ér, erő, eredet, eredély, erdély. Az a meglátásom, hogy így ezekből a szavakból származik az erdély, az eredély eredet. A Kaukázus és a Kárpát-medence volt az, ahol legelőször háziasították a jó szarvasmarhát, kecskét, a disznót, sertést. Itt volt Kárpát-medence és Kaukázusban először részkor és bronzkor. 35-40 ezer éve ezelőtt itt már éltek őseink, és Cézár Endre ezt kimutatta genetikailag, ami egy exakt tudomány, hogy itt már 35-40 ezer éveit éltek, és a férfi népesség 75%-a innen származik, már ős Kárpát-medencei nép.
35-40 ezer éve. A másik komoly magas kultúra, szellemi magas kultúra, az pedig a Kaukázus volt. És itt egy oda-vissza vándorlás volt a folyam köz, Meszopotámia, és a Kaukázus is Kárpát-medence között, szóval ez ugyanaz a kultúra volt. Nagyon fontos, Meszopotámia, magyarul érthető. Régen a vízre két szavunk volt. Egyik a víz, a másik a Po. Ismerős ez? Po. Po folyó Olaszországban. De azt jelenti, hogy víz. Folyó, víz. Po, hát. Po. Pottak. Most pattak lett belőle, de az is Po. Aztán Po, csolya. Pocsolya. Locsi, pocsi. Ugye? Mind a vízzel kapcsolódik. Most akkor felbontjuk a Meszopotámia, az egy szó, ugye, mondják. Meszó, régen szejbítettek. Meszó volt, vagy messző, az a mező. Síkság. Mező, Po, Tá. És az Ia, az Bulgária, Itália, Románia, Hungária. Ugye? Az az Ia, az. Ugye eltehetjük. Meszó, mező, Po, Tá. Szóval vízzel támogatott mező, ez a Meszopotámia magyarul érthető. Két folyó támogatta vízzel ezt a síkságot, ez úgy mondjuk folyam köz. De volt egy másik folyam köz is, ez pedig a Kárpát-medence, a Duna-Tisza vize köze. Erről miért nem beszélek? Ez is folyam köz, sőt, hegyláncokkal védett. Még a Meszopotámia ott nem volt hegyláncokkal védett. Na ezért lett ide küldve a csodaszarvas által a magyar. Mert ez védett terület. Jó. A szkítákról egy pár mondatot. Arisztotelész azt mondja, hogy az első törvény a népek közül a szkítáknak volt. Első törvény a népek között a szkítáknak volt. Volt egy mondásuk, csak az birtok volt, aminek elvesztése nem fáj. Hát ez egy velős és nagyon nehezen megvalósítható mondat, ugye három dolgot birtoklunk, hogyha ezt levezetem, tárgyakat, személyeket és a saját akaratunkat, vagy igazunkat. Tárgyakról még úgy, ahogy le tud mondani az ember, személyekről az már fájdalmasabb, ugye meghal egy szerettünk, de a saját akaratunkról lemondani, hát az bizony az, nem egyszerű. Pedig ahhoz, hogy eljussunk a teljes egységbe az isteni állapottal, az az egoista, önző akaratunkat az háttérbe kell tenni, hogy így fogalmazza. Szóval ugye csak az birtokolt, aminek elvesztése nem fáj. Szóval valami olyasmit tudtak őseink, amúgy Buda, Buddhának mondják most pedig az Buda, a Szaka, Heftalita, Hun, kis királyságból származik. Krisztus előtt 600. Ő egy szkíta, kis királyfi volt. Ezt érdemes tudni. Észak-India, most Észak-India, Sakya Muni, így is hívták. De most is egy ország, a Sakya, a Oroszországnak a legészakibb és legkeletibb, hogy hívják ezt a köztársaságot? Nem tudják, nem tudja senki. Még sámándobolnak. De még azt így hívják, Sakya köztársaság, azt hiszem így hívják. Még őrzik ők is. Még? Valahol ott van. Nem sziget, ez egy óriási terület, csak ott nagyon hideg van. Szóval bennünket, magyarokat különböző nevekkel illettek, többek között szabírokként is, ami két szó, szabír, ugye? Mit jelent ez? Írott szabályokkal élő. Szabír azt jelenti, hogy szabír. Szabat, ez a zsidónak vagy hébernek mondott szó, az magyarul van szabad. Volt egy nap, amikor az Isten azt mondta, hogy ne dolgozzatok, szolgai munkát, le van írva az írásban, hanem legyetek szabadok, szabad. És ebből lett a szabad. De az magyarul van. Nem lopták el. Szóval így alakult. Nem lopták. Nem lopták.
Szabadság szavunk gyökje ugye a szabszavunk, ami arról utal, hogy nem a szabadosság, hanem az ég adta szellemi szabályok által megszabott úton jutunk el a valódi szabadságra. Szóval őseink szabírók voltak, voltak szellemi szabályai. És azt betartották, szabad emberek voltak, mert betartották ezeket a leírt szellemi szabályokat. Volt törvény a népnek. A szellemi szabályok megtartásával születik és marad meg minden magas kultúra. Igen. Tari Jüngrüsz azt mondja és tudósít erről, hogy a hét törzsek a csodaszarvas hívására és a Pannóniába szakadt saját néprészük hívó szavára érkeztek. Szóval nem csak a csodaszarvas szava Tari Jüngrüsz szerint, hanem a Pannóniába szakadt saját néprészük hívó szavára jöttek ide. Ez nagyon fontos. Nagyon fontos. Ők ugye, hogy itt leigázták meg. Nem, ez tévedés. Ők tudták, hogy kihez jönnek. Egy nyelvet beszéltünk, egy volt a hitrendszerünk a bejövőkkel, és egy volt a kultúránk. Miért igáztak volna le? Tudták, hogy kik vagyunk. Hát, ha egy nyelvet beszélünk, hát nyilván nem. Nem, azért jöttek, mert szükség volt újból szervezni azt, amit már elromlott, hogy így mondjam. Egyben tartani. És erre képes volt a magyar, mert Nimród idejében szállt le a királyság az égből. Ez nagyon fontos. Nimród kapta meg az első, hogy úgy mondjam, királyságot az égből. A királyság, hogy leszáll az égből, azt nem úgy kell elképzelni, leszáll, hanem az, hogy át lett adva az a tudás, ami egységbe tud szervezni egy bizonyos területen élőket. Ez a királyság. A királyság nem egy feudális fantazmagória. A királyság egységbe szervezni, szeretetben és szabadságban egy közösséget. Na erre képes a magyar. Ezért adatott csak a magyarnak Szent Korona. Mert mi erre képesek vagyunk. Mert arra bíznak egy feladatot, aki azt képes megtenni. Mi képesek vagyunk egy királyság. És erről van profécia, hogy Magyarországon királyság lesz, de mondom, nem egy feudális királyság, hanem szeretet alapú, Isten tudatú, szeretet közösség, amely a Szent Korona a szabadság alkotmánya által fogja vezetni ezt a közösséget. És a király az egy szakrális személy lesz, és fölötte fog állni a Szent Korona. Ez nagyon fontos, ez be fog következni. 1942-ben mondta Natalia nővérnek Jézus. Natalia nővéren keresztül jött egy csomó olyan üzenet, amit majd esetleg, ha valakit érdekel, majd esetleg így előadást tudok tartani, egy hét ajándék, amit a magyar nemzet kapott az égtől. Ez rajta van a YouTube-on. Szóval egy olyan üzenet jött le, hogy Mindszenti József gyermekemnek mondd meg, mondja Natalia nővérnek Jézus, mondd meg, hogy beszéljen a Szent Koronáról, mert Magyarország királyság lesz. 1942-ben. És mondom, nem az a típusú királyság, amire sokan gondolnak rossz szemmel, hanem a szeretet, Isten tudatú szeretet közösség, ahol rend van, ahol a szabadság alkotmánya, a Szent Korona tan tartja meg az Isten adta rendet. Így kell elképzelni a királyságot. És ez Nimród idejében jött le ez a tudás. Ő kapta meg. És ez megmaradt. Nekünk lett adatva a Szent Korona, mert Nimród gyermekei vagyunk. Hordozunk a génjeinkben Nimród vérét. És Emesének a vérét. És Álmosnak a vérét. Az nem veszett el. Epigenetika. Ez egy új tudomány. Nem tudom, ahogy ismerős így hallom. Ez egy új tudomány az epigenetika. Mi hordozzuk az ő vérüket itt, és ránk van bízva a királyságnak a megélése. Ez mind feladat vár ránk. Szóval itt érdemes megemlíteni, hogy a lába közi hagyomány másként mondja el Svatopluk országának megvételét.
Svatopluk nem személynév, hanem terület Száva Topluk, ahol Topluk vidéket, tájat jelent avar besenyő nyelven. A szerénységhez, a Dráva Száva Múra közötti terület, amit akkor tájt Gácsországnak neveztek. Itt kelták, azaz gácsok éltek, Kurszán idejében Gácsországnak egy neve nem tudott fejedelme volt, és a németek fennhatóság alá tartozott. Krisztus után 894-ben Kurszán Itáliába igyekezvén egy gács fejedelemmel szövetségre lépett, amely révén megáldoztatott fehér lóval megkötött andassággal felvételt nyert a magyar törzsszövetségbe. Nem úgy van, ahogy mondják, hogy csellel, fehér ló és nem tudom, földvíz. Nem. Így történt. És ez hiteles, mert ezt átadták, és nem mainstream, hogy így mondjam. Ez a tudás. Ez az információ. Most egy másik dolog, hogy az idő alatt, amit Kurszán Berengán királyt, ahogy mondják, meglegyinti, ez volt, meglegyintette, ugye legyőzte. Ez a magyarokkal kötött szövetsége miatt ezt a neve nem tudott gácsfejedelmet kelt a fejedelmet, a németek megölték. Ebből adódott aztán, hogy Kurszánt is törbecsalják és megölik a németek. Erre Kurszán ezt zokon vette, és egy hadjáratot indított a németek ellen, végül azt mondták, hogy legyen béke, és törbecsalták és megölték Kurszánt a németek. A németekkel nem ajánlom, hogy szövetsége, mindig csak baj számodott, amikor a németekkel voltunk szövetségben. Lásd, első-másik világháború. Tragédia. Még egy pár szót mondanák a Turul dinasztiáról. Ezt a rábaközi hagyomány másképp látja, de én picit azért ezt átgondolnám. A magyar archeogenetikai kutatások szerint az Árpádok felmenőjének származási helye és ideje Krisztus előtt 2500, magyarul 4500 éve. Ezt az Árpádok, ez a Magyarság Kutató Intézet közzeadta, hogy honnan származik az Árpádok. A mai Afganisztán északi része az ókori Baktria, ugye, amiről már beszéltem. De amit az archeogenetika nem tud megmutatni, és az epigenetika sem, mint tudomány, mert még csak most van kifejlődésben, ugye most gondolkoztat a szárnyai, azért az alábbi megállapításom a hit tárgykörébe szorul. Emese ősanyánkon keresztül egy égi beavatkozás történik, ami az emberiség üttörtétének egy sarkalatos esemény. A turulmadár megtermékenyíti emesét. Történt már egy ilyen, csak azt nem turulmadárnak hívták, hanem a Szentléleknek, és ez pedig Máriával, a 16 éves szűzzel történik. Ugyanezt történt emesével is. Szeplőtelen fogantatás, mint ahogy mondják most. Ilyen van. A drumváló Melchizedek az életvilágának titkában ezt leírja pontosan, hogy ez hogy történik meg. Ilyen van. Ilyen van. Egy szeplőtelen fogantatás történt, ugye ezért hívták Álmost Álmosnak, mert onnan ebből a, hogy is mondjam, igen. Szóval az ég a turul madár képében az szellemi magas kultúrával élő népe, a szabadság fiaiba oltja magulát. Emesén keresztül. Mi lettünk kiválasztva? Álmában, igen. És az álomban jelezték is neki, hogy történik meg. Te ágyékodból királyok és szentek sorai származnak. Vagy van írva. Szóval itt egy üttörténeti, az üttörténeti sarkolatos pillanata az, amikor ez a beavatkozás megtörténik. Ezt én ugyanúgy olyan fontosságúnak tartom, mint a Máriának a Jézussal való megtermékenyülése. Ez ugyanaz, csak erről megint ugye hallgatnak. És itt egy név, ott egy, ugye Jézus Krisztus születik meg, itt pedig egy név születik meg. Az új szövetség népe. Szabadság fiai vagyunk. Idő van? Jó. Akkor elkezdem a lényeget a jóslatokról, és folytatom. Még a jóslatokról nem volt szó.
tátos asszony régületbe esvén átadja fejében lakó szelleme helyét is az idézett szellemnek, hogy az ő nyelvével szólhasson. Lábkomány a tátos szellemét idézték, mert az idevalósi volt a mi fajtánk. Tátos asszony először felszökött, de a többiek körbevették őt, nehogy baj érje. Először csak hebegett, aztán szóval szólt a régi nagy tátos üzenetét. 13. században nőtt a lábkomány a tátos. Még 5-7, ez 48-hoz képest. Még 5-7, 1953-55. A medvebocsot lépre csalják. 1953 kelet-német lázadás, kelet-Berlinben, Berlin jelentése medvebocs. És elverik rajta a port, ugye nem sikerül. Még 8-9, 1956-57. A Duna két partján vérben úszik a hulló lomb, ez a magyar forradalom. Ösvények tapostatnak, a hanyatló nappal ástján, nevet kiáltanak. A nevén szólított öreg tétovázik, Nagy Imre. De vállalja sorsát, ifjak ragadnak fegyvert, nők és férfiak egyaránt, közel a győzelem. Ekkor megelevennek az árnyékok. Kik voltak ezek? Szovjetek. Szovjetek. Az igazi harcosnak kedvét szegik. Az ügyet nyugattól keletig elárulják. Ugye a Szabad Európa Rádióban azt hasonlották, hogy mellettetek vagyunk, harcoljatok. Ugyanaz, mint csinálnak az ukránokkal. Az USA hitegetett, mindenki hitegetett nem. Szerencsés, ki időben kereket volt a disszidálók, ugye? 49. vers 6-ból követi a hanyatló napot. 49. az a Máté Imre bácsa, Zengő Nyír. Ő volt a 49. bácsája a kormoránrendnek. Bugrisok földjére megy a képíró asszonya. A kormoránrend, ugye az. A képíró asszony, az a festőnő, a felesége festőnő volt. És Bajorországban mondjuk, a bajorokat bugrisnak mondja a Nyírka jóslat. Oda kapja a kassa ülőt. A kassa ülő volt a tátos, idősebb tátos, az öreg tátos átadja a hagyományt a fiatalnak. De ő a vörös sziklák felé fordítja a rudat, ez elköltözik Bajorországban, Münchenből, Dél-Franciaországba. Ott így vörös sziklás birtoka van neki. És ott él Nagy Imre, vagyis Máté Imre bácsi. Nagy az érvágás már, mint itthon. A négy folyó városának igaz emberét kiejtik az ablakon. A négy folyó város az Győr, és az igaz embere Győrnek a Szigeti Attila, mérnökember, magyar parasztpárti politikus. Ő a békepártyán állt 56-ban. Kezdettől fogva a békét hirdeti, de Győrben 57. augusztus 12-én kilökik az ablakból és meghal. A győzők eltanácsolják a kupasz zsarnokot, ugye ez Rákosi Mátyás, és a Vasmacskák városának fattyát teszik meg helytartónak. Ez Kádár János, ő Fiumében született. Törvénytelen gyerek van, fattya, ugye fattya? Ő megölette a tétovázó öreget, Nagy Imrét, azt nem úgy végzik ki Románián. Az ifjúságon bosszút áll, sokáig uralkodik és megrontja a nemzetet, jutalmaz az eltelenséget, minden pénzbe mérnek. A lakás, a ház csak lakhely, nem otthon. Gyerek nyűg. Még 20-21, ez 68-69. A két farkú oroszlán elbődül, csehszlovákiai próbálkozás, zendülés inkább, mint forradalom. De ugrani nem mer, mármint a két farkú oroszlán. Ez a szimbólum a cseheknek. Milyen kis átkélnek a Dunán ősi földre? Ugye mennek a szovjetekkel. Ki volt adva parancsnak? Leverni a cseheket. Víg mosoly, torz vigyorra változik, itt van a földműves, már megtörték, téhezbe kényszerítés. Még nevén a föld, de cseléd a sajátjában. Téhezesítés befejezve. Lazul a lánc, rozsdásodik a bilincs, ez a 80-as évek közepe vége, már ugye gyengül. Még 40 is néhány, 1988-tól. A nagykövet cselt vett összeesküvés szőt. Ez Máté Imre bácsi szerint a horvát István Bondi nagykövet, német politikusokat győzött meg, hogy támogassák a magyarországi reform kommunistákat, német Miklós, Szűrös Mátyás, Pozsgait, stb. Csak olyan emigráns magyarokkal szövetkezett ez a horvát István Bondi nagykövet, akik 56-os forradalmárok voltak. Mondván a harcos csak harcossal szövetkezhet, megalkulókkal nem. Korábbi ellenfelek összefognak, NDK, NSK, rést vágnak a kerítésen, a magyar határzár, ugye, meglazítják a medvebocs láncát, a két farkú oroszlán ketrecének rácsát is, cseh-szlovák szétválás. Nem hálásak nekünk.
A vörös tüzet okádó sárkány ebbe belebetegszik. Ez az ateista kommunizmus. Ez a vörös tüzet okádó sárkány. Szovjetunió és szatellitállamok. Harsony jelzi a szabadság kezdetét. A szürke marhát napos legerőre engedik, ezzük mi vagyunk magyarok 89-ben. A csorda megszépül a szabadságtól, barnok egymást öklelik. A nép elkergeti a kapok nyitogatóit. A jó indulatú betűk beteg kerül érre. A kapuk nyitogatója reform kommunistákat. Elkergeti a nép. Jó indulatú beteg pedig kicsoda? Antal, a rákos volt szegény. Mások intézkednek, a földbevesztő elveszik örökét, ez a kárpótlás. És dobra verik, privatizálás. Senki áziak vészemet kapnak, külföldiak ingatlan vásárlása. Bitangok tékozolják a fényt, egy szűk réteg meggazdagodása, gyülekeznek a dögmadarak. Hát ez többféleképpen lehet így. Külföldi cégek érdekeltségek. A nagy tengert átröpüli a napból szálló galambnak álcázott karvaj. Ez lehet akár a NATO is. Belépünk a NATO-ba. Megérkezik a kánya is osztozkodni. Ezt nem, ezt Máté Imre bácsi se tudta megmondani. Megint terelgetik a népet pártokba, ugye? Meg ilyen vallásokba. Hiteket erőltetnek. Itt Máté Imre azt mondja, hogy ez a szientológia és más vallási szervezetek, például az egyik az Opus Dei, az egy katolikus, mondhatni ilyen önvédelmi szervezet az Opus Dei. De én azt gondolom, hogy a kezdeti hídgyülekezete is egy Amerikából bejut ránk oktroját történet. Szaporodnak a pénzért fölhangon imádkozók, boldog asszonyunkat elfelejtik, buta luddá tekerítik. Ez nagyon fontos, hogy megemlítik itt a Gyirka jóslatban. Boldog asszonyunkat elfelejtik, buta luddá tekerítik. Így fogalmaz. Látkománya tátos. 13. század nyelvezeten. Ezt picit át kellett írni a Máté Imre bácsinak, mert ez elég nehéz volt az a nyelvezet. Picit még ő is korrigált, hogy érthető legyen, de még így is egy arvaikus, nem? Ahogy olvasom, ilyen arvaikus nyelvezete van. És azt mondja, jaj pedig, ha Istenünk asszony fele elfordult tőlünk, vagy mink ő tőle. Istenünk asszony fele. Amit a magyar őshagyomány, a népemlékezet mindig is őrzött Istenünk asszony fejének tiszteletét európai hitrendszerében, már csak a katolikus hit és az ortodoxia őrzi. Ez az Mária tisztelet, vagy a boldogok, tehát nem, igen, Mária tisztelet. Azt tudom mondani, ő Istenünk asszony fej. Szűz Mária. És ez a katolikus vallás őrzi még ezt a Istenünk asszony fejének a tiszteletét. Ez a valóság. A régi nagy csata városában, ez Vatikán, Róma Vatikán, ezek papjai dűlőre jutnak, mármint a hierarchikus katolikus papság. Új lovat nyergelnek, összeesküsznek Isten képmás ellen. Na, ki az Isten képmás? Jézus Krisztus. Szóval egy összeesküvés történik a Vatikánban. Ez 90-es évek. Ekkor történik egy összeesküvés a Vatikánban, Jézus Krisztus ellen. A könyörd, és összeesküdnek Isten képmása ellen, a könyördelenség hatalmasaival. Na most ezt Máté Imre bácsi félreértette, mert ő azt mondja, hogy 2000-ben Augsburgban kötöttek egy megbékélést, amit arról szól, hogy a katolikus egyház kiegyezik Luther tanaival. Meglátásom szerint a szabadkőmenségről és a katolikus egyházból beépült szabadkőműségről van szó, amelyről már a jelenések könyvén beszél. Ott úgy van leírva, a bárányhoz hasonló kétszarvú vadállat. Átszázzák magukat, ugye, belépülnek az egyházba, a hierarchikus egyházba. Van egy szabadkőműs hierarchikus katolikusság. És most ez rámegy a YouTube-ra, vagy nem megy rá nekem. Már mindegy, de ez a jelenlegi pápa is, ezek közé tartozik. Ezt érdemes nem elfelejteni. Honnan lehet tudni? Szavai és a tettei. Még a tettei? Még a szavai, de a tettei. Fát a gyümölcséről lehet megismerni. Többek között. Többek között. Nem csak. Más is. A
galambnak átszázott karva és a kánya, ez a tengeren túlra érkezett szabadkönyves vagy más érdekeltségek, égigőrön fára segítik a kiskanászt. Ez az első Orbán kormány, 1998-2006. Kiskanásznak nevezik. Szívében, király álmaiban császár, szépen szórondán cselekszik. Zsákja feneketlen, letaszítják, újra mászik. A döglött sárkány kutyái új gazdát találnak. A volt kommunisták egy jó része liberális globalistákká vedlik. Döglött sárkány kutyái új gazdákra találnak. Új gazdát találnak. Még 55-60 év, ez 2003-2008. Az ífeszítő sar egy Lukas hajóra száll. Magyarország belép az EU-ba. Az ő ingével, gatyájával tömik a rést, messzerültottak a parttól, már nem tud kiszállni. A döglött sárkány kutyáit a koronázatlan cár veszi pórázra. Az ateista marxizmuson nevelkedett kádárista és szovjetunió szűk kommunistákat Putyin veszi pórázra. A szűkszagú tármakmester tuszkolják élve, ez Megyesi Péter. Hát nem nagyon tudok beszélni. Tármakmesterek, ugye? Ezzel foglalkozik. Saját táborával ütnek pártot ellene, mert a koronázatlan cár így akarja. Paprika Jancsiból csinál vezért. Na ki a Paprika Jancsi? Hát ez annyira találó ez a metafora, hogy Paprika Jancsi. A nemzet tűri, nem látja meg rajta a rángató madzagokat. A Cserrel hatalomra segített Paprika Jancsi pofátlanul önkényeskedik, buzerálja a népet. Nyegle és buta. Itt ítélkezés történik, de helyén való. A kiskanász malmára hajtja a vizet. Jobb ellenfél nincs, a négy tűri őket. Nemes lovagősök fehér lilióban tipródik a nemzet. Hát az, hogy emlékezünk a lovag királya Szent Lászlóra, vagy Szent Imrére. Ugye a tiszta szándékú, életet élő, bátor, harcias, nemes lelkű magyarok. És ezeken tipródik a nemzet. Most hasonlítsuk össze a 90-es évek vagy 2000-es évek elején élő új gazdag, hitetlen, cinikus, hasonlasső népét. Hát mi óriás a különbség. Egy Istennek átadott Szent László egy lovagős, ugye? És milyen tömören fog, nemes lovagősök fehér linómán tipródik a nemzet, ugye? A csősz tolvaj, a bakter, rabló, bíró, cinkos, a külön nem viszi sokra, mert irítik, ki kirántja lefelé a másikat, az országot együtt, lenézett népek mögött kullog a magyar. A nemzet talpa alatt röpülő szényegé válik a föld, ez a kárpotlás jegyek, mind. Nyomulnak földünkre, sivatag elől, tenger elől. Tenger elől a hollandok. Sok a holland Magyarországon. Tódulnak napkelet felől, a tromfosztott vörös szárt, gazdátlanná vált ebei zsibvásáron herdálják el a föld színét, mélyét, a levegőt és a vizeket. Ki koncon van, ki koncra tör, egymást ugatják bohószerepben, minden elhamisul, csak alvilág van, meg álvilág, mondja a szavával nem játszó pénzváltó. Lekantározzák az igásrovat lenyergelik a versenyparipát, az is megszüntetik, nem megszüntetik a nemzet versenyképességét, 22 cukorgyár esete, és még, és a több. Az értelem elvándorol, még nincs, aki véres kardot hordoznak körbe, de érlelődik a vihar. Még 60-70, 2008-2018, na itt már nem minden teljesül be. A 49. Zengőnyi, vagyis Máté Imre, fényasszony, 49. fényasszony emlékezteti küldetésére, vonakodik, mert a fekete dögmadarak rendje a szabadkövesség, reszkető sem érget, éreszkedett a keze neki erősen. De leszállt a folyótorkol a Szikleáról Franciaországon, és megválik fügefájétól, vagy a lába partján szélnek kereszt az életképesség igényét. Az életképesség igény maga jött engedélye a bűn, az, amiről beszélgettünk. Sok acsarkodó ellenséget támad, és haszonlesők had a környékhez, egymást ugatják, marják, mint dögön marakodó erek. A képíró asszony égbe száll, meghal a felesége, aki festőnő volt, képíró asszony. Ugye? A magát más csillagból leszületett asszonynak tettető ringyó, kaszabor és életör, Máté Imre
bácsa szerint ez Dávid ibolya volt. Apró halakat kever nagy kanállal és elbukik. Nagy kanállal kis halakat keverni, a régi szerint azt jelentette, nagy dologba vágni, arra alkalmatlan, kicszerű szövetségesekkel. A kertek parlagán romlanak, rozsdásodik minden szerszám, rátarti úr napszámért kunyarán, mindent elkótya vetyéltek. Igen, reszketkinek vagyona van, mert sor kerülhet rá hamis vádakkal, dézsmaszedők, vámosok sanyargatják a népet, ugye adóztatás. Asszonyainkat, mint birtokolt barmot lerángatják a családi küszöbökről, fertőző odájukban szülni ezek a kórházak. Bábák tacolnak, tömlözbe vetik őket, ez Geréb Ágnes. Betűvetésben gyarló főember nem irgalmaz nekik. Ez Schmidt Pál, ugye ő betűvetésben gyarló volt, Schmidt Pál nem engedi ki Geréb Ágnest a börtönből. Ugye fertőző hodályokban szülni. Ezt tudták. Egy tátos mindig megmosta a kezét, hamut szólt, ugye Luke, azt fertőtlenítettek, tudták. Kezet kell mosni, nem úgy nyúlunk egy szülőnőhöz. Fertőtlenítünk. Kifőzték a lepedőt. Nem Semmelweis volt az, aki ezt kitalálta. Azt meg már megint meg volt ez a tudás. Csak Semmelweis törte át, és jutott át a mainstreambe, hogy így mondjam, ez a tudás. Ami csak ott lappangott. Az egyszerű bábák tudták ezt, a régi tátosok. Fertőtlenítés. Mészszel ki kellett festeni, a fákat is nem eszed mészszel, akkor nem támadja úgy. Ugye? Igen. Forgácsolódik a nemzet. Sem az országból, sem a pártütő nem érti feladatát. Nem nyilattör, hanem gátol. Amaz meg döjfösen országol. Máté Imre szerint, és nagyon jó meglátás, pártoknak nem az a feladat, hogy egymást gátolják, hanem hogy egymást korrigálják. Az ellenzéknek ez lenne a korrigálás. Nem háborúzni és karaktergyilkosságokat csinálni, ugye? Egymás korrigálás. Ifjak sereglenek, a kiskanál szavak erejével trónfosztan. Ez a netadó miatti tüntetés, aminek szervezésében az amerikai nagykövetségnek is szerepe volt. Őt bugrisok védelmezik, vagyis a német bajorok. Ez vérontáshoz vezethet. A csillagszemű asszony fohászkodik a magyarok istenéhez. A magyarok isten az Mártűn. Ez külön előadás, nem a Mártűnről beszélni. Annak erejét növelendő. Magyarul, ha imádkozunk az Istenhez, akkor növeljük az erejét. A fekete kányák rendje, ez a szabadkőmérség hatalomra teszert és zsarolja a kiskamászt, aki jót akarna, de rosszul. Zsarolja egy sihederkori barátja is, aki nagy vagyont harácsol össze, és villogó ruhában futkározik. 25 strázsa figyel, ügyel rá. Ki ez az? Simicska. Simicska, ő volt a sihederkori barátja. Igen. Ő igazságos szigort akar, már mint a Viktor, kiskanásznak, de ez sanyargatássá fajol. A nép lehúrogja, de nem tágít. Amit helyébe hevenyészet törvényt erőszakol, ez az új alaptörvény. Magára haragítja a hadakat az új alaptörvénnyel. Ugye, mert olyan, amilyen, de azért ugye Isten az a család. Azért ez fontos. Szándékában egy céljában ez jó. Magára haragítja a hadakat, a liberális nyugatot. Az istentelen liberális nyugatot. Ez talán így sokkal jobb. A tengereken utat változtatnak a hajók, a világkereskedelem, hogy állat. Zsinegeken táncoltatottak, késve lépnek a szárnyas nyilak ősi útjára, de lépnek. Ez a kínai Sejem út, ami most is él, egy övezet, egy útnak nevezi ezt Kína. Sejem utat újra fel van támasztva. Az árva gyerek meg az ékesen szóló fia útra kelnek piros mervértű tulok hátán. A piros mervértű tulok, ez németül piros, a rolt, a mervért a sírt. Ez a rolt sírt. Piros mellvértű tulok. A 49.
Báth Imre bács lanterejével ront hamis vádokat, vagyis elkezd beszélni. Az erős tátos asszony szelleme megkísérti, ezt ő se tudja. A kertek művelői könnyen vészelik át a nehéz időket, mert más módon se pénz, se posztó. Előrelátó, ki kamrát tölt, az előrelátó megálmodja és megépíti a boldogasszony nevében a jobbtengrit körövetjét. A körövet ez egy ilyen háromszoros kőkört jelent. Épülnek föld fölött, föld alatt, sehonnai bitongárolók ínségben, romlásba döntik a nemzetet, csak alapos szolgálatok maradnak. Nem teljesen valósult ez így meg azért. Égbe kiáltó árulások, lesz nekik alattomos ellenséggel fújnak egy követ, bevezetik a héttevét, ez az arab világ. Ez sem valósult meg. Hogy innen köpködhessen lángot a bikát nyergelő asszony. A bikát nyergelő asszony az Európa. A bikát nyergelő asszony. Ebből belviszály és táma meg külső viszály, és a kostáldozó két fia tovább maragodik. Ábrahámot közös ősnek tartó zsidók és arab népek. A tevét magyar hajcsárai manó bőrét húzzák Krisztus népére, ez a mai krizmus, de megtévesztik a népet, és aranyra válthassák a félt hold csillagását. Ez az arab pénzen ketté osztik, mondja a Nyírka Jósla, de ez nem valósult meg. Ez 2018 kellett volna megvalósuljon. Egy polgárháborút ír, ketté szakad a nemzet, lángra lobban az ország, a lángot vér oltja, oltalmazó rejtekerő gondoskodik, aki hallgat, az egekből sugalt igékre. A belső sugallatra hallgatunk kell. A holdfényes asszony köreveteket épít. Alul, alattuk rejtekekkel. Kertékben sajrod az új élet, a vándornép keserül meg mocsolja garázdaságát. A vándornép az akár a migránsok, de akár a cigányság is lehet. Ezeken nagyra nő a rájuk rakott szar, vérszemet kapnak, ugye? Szítják, tüzelik őket távoli idegenek, akik vizeinket szomjazzák, földjeinket éhezik. Ezek egy része sivatag előfut, ugye, másik része tenger elől, a hullandók migránsok, ugye. Magyar-magyar gyilkod, de a bika hátáról is ide lőnek a hétteve miatt. Ezt nem valósult meg ez a polgárháború. A nép fele elpusztul, a szomszédok megmozdulnak, de ugrásra kész a zenélő sivatagok tigrise is. Máté Imre bácsi azt mondja, hogy az zenélő sivatag a Taklamakán, ahol megkövült fák ágai zenélnek a homok mélyén, ha erőszél mozgatja őket. Saját meglátásom, hogy a tigris az Kína. Medve az, ugye tudjuk, az Oroszország, a sas, az pedig Egyesült Államok, ugye a halássas a szimbólum. Nekünk a szarvas és a turulmadár. A megszeppent hab, a maradék ukkót hívja, a boldog asszonyt, áldanak földdel és égnek, földnek és égnek vízszerrel, tűzszerrel, szívben, gondolatban, test és lélek mozdulataival. A nap és hold járásának ösvényén, ez a négy ünnepen, ugye, amiről beszéltünk. Haragosok megbocsátanak egymásnak, az irigy örül már szerencséjének, a rátarti nem rázza a röngyöt, a közönyös siet segíteni. Már lassan a végére érünk. Ekkor a magyarok istene őrül állítja a zenélő sivatagok tigrisét, ez Kína. És böcsületes alkóval visszakerül, ami visszajár. Itt van a happy end, hogy így mondjam, csúnya szóval. Böcsületes alkóval visszakerül, ami visszajár. Nem vérrel és fegyverrel fogjuk a Szent Istváni Magyarországot újból egyesíteni. Böcsületes alkóval, Kína ehhez segítség, Kína tiszteli a magyart, mert tudják, hogy mi hunok vagyunk. Mondták is nekünk, hogy ti nem tudjátok, mert mi? A magyarok azok hunok. Ne, ott van, Hungária vagytok. Miről beszélt? A kínaiak tudják, hogy kik vagyunk. Kínai első császári, Kínai első császári dinasztia az Hun dinasztia. Igen, így kezdődik. Igen. Böcsületes, ahol viszont újkor veszi kezdetét minden égtáj felé, jobbtengrit az ős tengerek istene nevében. A jószomszédság törvénye győzedelmeskedik. A jószomszédság törvénye, azt tesszük másokkal, amit velünk szeretnék, hogy tegyenek. Ha ez betartja az emberiség, az ember, akkor egy megvilágosodott társadalom pillanatok alatt kialakul. Azt tenni a másikkal, amit
velem szeretnék tenni. Ebben a legnagyobb akadálya a hatalomvágy és a pénz. És a pénz. 2007-ben még volt egy, elmentek a nyírkai a rókadomra, még ezt elolvasom. December 15-én szertartottak, és az ég nyilatkozott. A Duna két partján megszületik a szeretet áldott fehér köre, nemzet felemelkedik, és magában vele minden más nemzetet a Kárpát-hazában. Böcsületes alkal visszakörül, visszajár, újkor veszi kezdetét minden égtáj felé. Az Ősten, ami bennünk élő Isten nevében. Isten gyermekei, teremtő nemzete, magyar nép, igazságra juttatja a szeretet tanítását. Ezt mondták 2007-ben az égiek. Tátosok egy akarattal mondták, így van, ez így legyen. Ez már csak az imáinkon és tetteinkon múlik. Még lenne itt egy pár mondat, nem tudom, hogy még ezt mondjam el. Gyorsan végszó. Szóval ebben a szeretetbe vezet bennünket, és szabadságba a jottengrítés az egész ugye, ős magyar hagyomány. De ez csak akkor mutatkozik vele, mert ha nyitott szívvel közeledik ezekhez az igékhez, hogy így fogalmaz, ez életképesség igényhez. Most egy, ez a gender, ez a nemtelenség kultusza. A technokrata útra léptünk. És ez nemtelenség kultuszával együtt. Ez pont az ellenkező, amit őseink tanítanak. Megbecsülne egymást, szeretne egymást, a férfi, nő, ez csoda. Isten ma saját képére teremtette férfivá és nővé. Nem azt mondja az embert, férfivá és nővé. Saját képére. Azt jelenti, hogy Istennek ugye van egy... Isten nem férfi. Férfi és nő egyszerre, asszony és férfi. Ez nagyon fontos. Ezt maga második János pápa is elmondta. Csak erről még megint hallgatni. Szóval új kezdet szelei pedig már itt fújnak körülöttünk. Fénylő, kegyelem szelek ezek, nyitott szívvel és szemmel élők már érzik és látják ezt. Ezért úgy gondolom, hogy minden magyarnak nem csak lehetőség, hanem kötelessége tudni, hogy honnan jöttünk és hogy kik vagyunk. Leszármazottai vagyunk egy olyan nemzetnek, egy olyan ős kultúrának, amely úgy tűnik, hogy Isten szövetségét bírja. Isteni küldetése van a magyarnak. Ezért van a Szent Korona, ezért feszítettek bennünket keresztre 1920. június 4-én megjártuk a keresztutat történelmünk során. Ezeket nem én mondom, hanem az égiek mondták. Ahogy meghaltam én öt sebből elvérezve, mondja Jézus, vegyétek észre, hogy a ti országotok is öt sebből vérzett el 1920. június 4-én. 1920. június 4-én Magyarország megdicsőült, mint Jézus a kereszten, hogy megdicsőült. Innen árad ki a szeretet és a világosság a földre, de nem hálásak. Ezért bántanak bennünket, mert az nekik fáj, az igazság. Mi képviseljük az igazságot? Ahol belépünk, ott vagy átalakul igazságá, vagy romba dől. Bármilyen szervezetben, ahol belép a magyar, az vagy átalakulnak, vagy romba dőlnek. Lásd EU. Most történik az EU romba döntése. Általunk. Pozitív értelemben. Jó. Ennyit akartam elmondani. Én úgy gondolom, hogy hát ne feledkezzünk meg ezekről a mondatokról, tartsunk a szívünkbe, és szívleljük meg őket, ahogy a magyar mondja, mi magyarok mondjuk. Szívleljük meg őket. Köszönöm, hogy meghallgattak.